Az országban működő 51 takarékszövetkezet egyesüléséből a tervek szerint az év végére 12 regionális központú takarék jön létre. Egyikük a tiszántúli takarék lesz, amely a Hajdú, a Fűnix, a Kelet és Szabolcs takarék fúziója révén november 1-én kezdi el működését. Az erről szóló megállapodást ma írták alá Nyíregyházán az érintett pénzintézetek vezetői. Az integrációs stratégia megalkotásakor átnéztük azokat a lehetőségeinket, mint kisebb szervezetek, hogy tudjuk a mai kor kihívásainak megfelelni. És az integrációs stratégiában úgy éreztük, hogy ez egy tőkeegyesítéssel tudjuk ezt felmenni, ezt a versenyt. A négy takarék, ez itt a két megyében már évek óta szoros kapcsolatban és barátságban áll egymással, és a két megye együttműködése évszázadosan jó múltra tekinthet vissza. Amikor ez a stratégia megalkotásra került, ugye lejöttünk közösen a vezetőkkel, és áttekintettük, hogy mi az együttműködésünket tudjuk-e a jövőben eredményben megmutatni, és arra jutottunk, hogy ez a tőkeerős és nagy takarékszövetkezet csak eredményességre van utalva, és szép jövőre. A sajtótájékoztatón kiemelték, hogy a takarékszövetkezetekre jellemző társadalmi beágyazottság és ügyfélismeret a jövőben is kiemelt szerepet kap a pénzintézet működésében. Egy vezérel bennünket, az ügyfél az első, ennek szellemében szeretnénk dolgozni. Az Egyesülő Takarékszövetkezetek 131 fiókjában fogjuk kiszolgálni a két megyében lévő ügyfeleinket. Azzal számolunk, hogy a szolgáltatási színvonal emelkedik, a nyújtott termékek köre kiszélesedik, és megfelelő paraméterekkel rendelkezik, hogy a piacon megállja a helyét. És egy költségtakarékosabb működési módra állunk át, mert nem négy takarékszövetkezeti központ lesz, hanem egy. Ez mindenképpen ebbe az irányba megy. A november 1-től működő új pénzintézet 154 milliárd forintos mérleg főösszegével a legnagyobbnak számít a létrejövő 12 regionális takarékszövetkezet között. A két megyében közel 100 ezer lakossági ügyfélnek, több mint 20 ezer vállalkozásnak és mintegy 100 önkormányzatnak nyújtanak majd szolgáltatásokat.